A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének székesfehérvári csoportja meghívására a Szent István Művelődési Házban rendezték meg az Egyház az oktatásban, oázis és biztonság a családoknak című előadást. Párkányi Tamás, a szövetség székesfehérvári csoportjának vezetője hangsúlyozta, a 21. században kulcskérdés, hogy az oktatásban is megjelenjék hazánkban a keresztény szellemiség. Az elmúlt években úgy gondolom, hogy sokat bővült a lehetőség a keresztény oktatásra Magyarországon, de még lenne rá szerintem lehetőség, és igény is jó lenne, hogyha mutatkozna, hiszen majd az előadásban is halljuk, hogy mennyire fontos lenne az, hogy a kereszténység alapjait, a keresztény kultúra alapjait az iskolában is elsajátítsák a diákok. Dékány Árpád Szixtusz előadásában kiemelten körüljárta az egyházi oktatás jelenlegi helyzetét Magyarországon, hangsúlyos feladatnak tartva a családok szerepét, amelyek egyben a társadalom jövőképét is meghatározzák. A keresztény oktatás nem csak a katolikus egyházi, hanem általában a keresztény felekezetek oktatása tevékenysége az utóbbi 10 évben látványosan, egy expanziónak lehetünk a tanúi, látványosan kiterjedt. Ennek azt gondolom, hogy elsősorban az van a hátterében, hogy mind a társadalmi folyamatok szerte a világban, mind maga az egyház egyre inkább fölismeri a lehetőséget. Az előadáson elhangzott, hogy Székesfehérváron a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Szent Imre Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Református Egyház intézményrendszere egy olyan út, amely megerősíti a szándékot, hogy a fiatalok a keresztény értékrend mentén építsék fel családjuk jövőjét.